Tiszta fehérben láthatjuk majd Diós György csapatát és piros-feketében. TMFC Mátiás a hazai csapat. Ha már a tavalyi bajnokság szóba került, akkor egy-egyes döntetlent játszottak itt Pécsen. Grumics, mint említettem, pécsi játékosként a harmadik percben a hazaiaknak szerzett vezetést, és Bacsa egyenlített az 58. percben. Elek, óriási lehetőség, Elek kitolja balra, ott a helyzet, és egy nagyon nagy védés. Götze német lövését hárította. Okuká megtartja, aztán Uzoma rúgja el előle. Gosztonyi, szép a csel, mellé! Gyönyörűen csinálta Gosztonyi András. Okuká. Grumics tovább csúsztatja, ez veszély, gól! Gosztonyi találatával vezet a Diós Győr. A 14. percben 0-1. Szatmári. Pölöskei a les határon. Pölöskei. Vissza lövésre, nem volt rossz elképzelés, Heffler lőtt. ...21. perc. Gosztonyi csavar, ott a második gólja! Gyönyörűen teszi be a sarokba. Most üres helyzetben Heffler. Heffler akár lőhet is. Heffler! Antal óriási védése. Az eddigi legnagyobb pécsi helyzet a 31. percben. Fröhlich. Márkvárt nagyon szépen megkerüli Álvest. Kádár megy utána. Márkvárt helyzetben, óriásit véd Antal. Rácz, Antal másodszor. Gyönyörűen csinálja Márkvárt, hogy megkerüli Álvest. Nem éri utol Kádár, de hát Antal botont. Nincs sok védenivalója, de ami van, az tökéletesen oldja meg. És az ismétlést is védi. 65. perc, Fröhlich fut neki. Fröhlich lövése, nem volt rossz szabadrugás. Péber György ugye eddig ült egy kis zsámolyan, ott a lövés mellé! Ha egy beakad, akkor nagyon meleg lesz a Diós Györgynek a vége. Fröhlich, az nagyon jó. Heffler, Heffler magasan, Fröhlich fölé. Kettő-nullára vezet a Diós Győr. Egerszegi, Grumics, még nem lépnek ki rá. Bognár, ha befelé húzza, veszély lesz. Bognár, veszély volt. Kis ilyen harmadik gólját szerezte meg a Diós Győr. Fröhlichet figyeljük még. Fröhlich. Nem gurította le Hefflernek. 11-es. Okuka odarúgott és büntetőt ad Szabó Zsolt. A 94. percben Vitrédi. És megvan a szépítő gól. De egyben Szabó Zsolt le is fújja a mérkőzést. A PMFC Mátiás tehát szerzett gólt, de a Diós Győr nyert 2-1-re.